A nyújtott kapukra játszott mérkőzéseken most is potyogtak a gólok a szekszárdi városi sportcsarnokban a Horfer-Serlek kupán. Természetesen a mezőnyben most is ott volt a szekszárdi UFC ebbéli korosztályos csapata is, a 11 éveseké, amely az alsóházi besorolása ellenére 3 győzelemmel, 1 vereséggel és 1 döntetlennel az 5. helyen zárta a tornát. Olyan mezőnyben, ahol az MPK, a Budapesti Honvéd, az UFE, a BVSC, a Molvidi, a Pécs és a Kaposvár csapata is szerepelt. A látottak alapján akár a kisdöntő is összejöhetett volna a sárga-fekete kis seregnek, de a sorsolás ezúttal nem nagyon kedvezett nekik. Remekül összetartó csapat a Hailstone mutatta a legjobb játékot és aratta a legértékesebb győzelmét, amikor is a Rákóczi Bene Ferenc Akadémia Kaposvárt 1-3 után nem akármilyen gólokkal győzték meg Galambosik 4-3-ra. Hogyan leptétek meg ezt a Kaposvárt, amely ma azt hitte, hogy megnyerte meccset? Hát védések, és le kellett őket nagyon kontrázni. Borbolyva volt, mert hamar jól kaptatok. Egy picit izgultatok, vagy az öltözőben maradtatok fejbe, hogy hamar nem értetek vissza védekezni. Mi volt? Hát igen, nagyon izgultunk ott a öltözőben, meg első, amikor föléptünk a Kaposvár ellen, akkor nagyon megijedtünk elsőbe, ott 3-1-re meg is szerezte a vezetést, és utána meg összekaptuk magunkat, és visszahosszuk. Legifjabb Galambos Jánosnak, a csapat gólzsákjának, a torna társgól királyának nehéz dolga volt a kaposváriak ellen, hiszen az ő semlegesítése volt az ellenfél legfőbb védekezési feladata. Ám a kis Maros Máté a helyébe lépve fontos gólokat tudott szerezni ezen a meccsen. Kicseleztem, a kapusba belerúgtam, és ott így elhúztam mellette, és ott bepasszoltam. Legközelebbi feladat, hogy az MTK-ra odafigyelünk, és úgy állunk hozzá, mint a többi meccshez. Odaálltunk a Honvéd ellen is, odaálltunk a Vidi ellen is, Honvéd ellen egy 2-2-t játszottunk, de semmi baj, de a videóton már meg tudtuk várni. Az MPK-t utánpótlás fronton legyőzni mindig értékes bármelyik csapat számára, tekintettel arra, hogy a kékfehérek minden korosztályban az ország legjobbjai közé tartoznak ma is. Ez, mármint a legyőzésük itt Szekszárdon, a másik jóhírű utánpótlást nevelő klubnak sikerült, a kispesti srácok a Honvéd színeiben, ugyanis a döntőben egy gólgazdag mérkőzésen 7-5-re nyertek, és ők lettek az idei 5. Horfer-Serlek kupa győztesei. Az eredményhirdetés most is, mint az elmúlt 4 alkalommal, párját ritkítóan gazdag volt, köszönhetően a főszponzor gálánságának, nagyvonalúságának. A rendkívül sok külön díj mellett minden egyes résztvevő valamilyen ajándékot vihetett haza Szekszárdról a Horfer-Serlek kupáról. A legnagyobb öröm, hogy a gyerekek várják, és ha körbenézünk, Szekszárdon a lakosság is várja, hiszen most is telt ház a csarnokba, úgyhogy sokan várjuk ezt a rendezvényt, igen.